És mielőtt Józsefet vennék még egy pár ige az új szövetségből, mert szerettem volna az új szövetségből megalapozni, mert az új szövetséget nem érted meg csak az új szövetségből, mert most már 1 Korintus 14-ben élünk, és nem József időszakában. Tehát az abcselben elkezdődött az utolsó napok friss korszaka. Kövessétek a szeretetet 1 Korintus 14-1. Törekedjetek a szellemi dolgokra, hallod? De leginkább arra, hogy profétáljatok. Ez most számodra legyen intés. Intés abban, hogy Isten elhívott téged, hogy profétálj mások számára. Elég kellemes intés. Ma elkezdjük. Ma megkérjük. Profétálj magadnak. Profétálj a párodnak. Profétálj a jövődről. Aki viszont profétál emberekhez szól, építsen, vigasztaljon és bátorítson. Építsen, vigasztaljon és bátorítson. A vigasztalás sorozatban vagyunk benne. A vigasztalás sorozatban. Ha a profétai kenet nem működik, a vigasztalás le fog süllyedni testi szintre. Aztán pedig közönybe. Egyenként ugyanis valamennyien profétálhatok. Mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. Ez a 31-es verszak. Mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. Ez azt jelenti, hogy egy mennyei Istenet beszéde jön, és amiben szenvedsz éveken keresztül, kapsz egy mondatot, az megoldja, az a kulcs. Oké, mondom, ez hogy van. Az Isten királyságát nevezzük el negyedik dimenziónak. Amikor a negyedik dimenzió lenyúl a harmadik dimenzióba, ott mindig megoldás van. Amikor Józsefhez lenyúlt a negyedik dimenzió az álomba, előző héten erről beszéltem, az álom az a negyedik dimenzióba jött. Ez különleges, hogy a menny plantál így ilyen erőszakosan és erőteljesen egy emberbe. Ez különleges. De muszáj volt, mert úgy látta Isten, hogy most be kell avatkozni egy álommal, mert az apja tönkreteszi az elhívását Józsefnek. Valószínű, hogy nagyon jó, hogy szerette őt, kapott egy óriási laufot az élettől, vagy Istentől, hogy az atya szerette a kisfiát, sőt egy ruhát is csinált, de onnantól kezdve elvadultak a dolgok. Az irítség megjelent. Na most figyelj, hogy amikor jön az álom a negyedik dimenzióból, József nem tudja kezelni a három dimenzióból. El kellett küldeni őt, hogy gondolkozzon egy kútba, majd utána pedig a Potifárnál, hogy hogyan lesz ez megvalósulva. Ezért neked meg kell értened azt, hogy amikor jön a negyedik dimenzióból egy látás, az életedre nézve, bármilyen kijelentés, akkor az azonnal megoldást ad. És azonnal meghozza a sikert. Mert ha nem hiszünk abban, hogy Isten igéje meghozza a megoldást, akkor miben hiszünk? A hit hallásból van, a hallás Isten igény keresztül. Azt mondta előző héten nekem az Úr. Lajos, mit olvasol ott? Hallást. Jó, akkor maradj csendbe. A hit csendből van, az Isten igének a hallásán keresztül. Már nem a három dimenzióból hallasz, hanem a mennyei dimenzióból. Az eredeti fordítás így van. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus rémáján keresztül. Azt gondolom, hogy a tisztelet az, hogy amikor hitben akarsz élni, azt mondod, Krisztus, engedélyt kérek, hogy halljam a te friss kijelentéseket, és tisztellek téged, ezért elnémolok. A pofámat befogom. Uram, nem a zsömle kicsi, a pofám nagy. Segíts! Uram, nem a zsömle kicsi, a pofám nagy. Segíts! És akkor azt mondja majd Isten, az Isten égéből akarsz élni? Nocsak. Nem is gondoltuk volna. Abcsel 2.17. És lesz az utolsó napokban, mondja Isten. Kiárasztok a Héberben, a eredeti Héber fordítás alapján, tehát a Joelből, kijöntök szellememből, minden testre. Megállok. Amiképpen a Istennek a szelleme is kijöntő szellem. Jézus azt mondta, a mi szellemünk is kijöntő szellem. És arról beszéltem, hogy a kút benned, hogyha leereszted az igény keresztül, és elkezdesz meditálni, pontosabban elmékedsz, ne legyen sértő, senki számára, elmékedsz az igén, akkor a szellemed és az elméd kapcsolódik. És egy idő után a szellemed és az ige az elmédet megtisztítja, egyfajta erőt képez az elmédbe, és erősebb lesz Isten gondolata, mint a te gondolatod. Az Isten terve és optimizmusa, mint a te pessimizmusod. De most hagyjuk ezt a kutas dolgot, hanem most arról beszél az ége, hogy a szellemet kiöntő szellem, mert az ő szelleme is kiöntő szellem, mert ugyanazt a szellemet kaptad, ami az ő szelleme. Oké. Kettő. Hogyha te szellemet kiöntő szellem, kiáradó szellem, akkor ez a következő lépcső, hogy megtanult, hogy árad ki belőled a folyó. Az Isten igazságossága, békesség és öröme. Mert ki tud áradni. Ezért vagy elhívva, hogy ide a földre elhozd ezt, a királyságot.
Jézus, a legnagyobb üzenet ez volt. Térjetek meg, mert elközelgetett Istenek a királysága. Neked ez a feladatod elhozni mások számára a megazulást, a békességet és az örömet. Azt mondja, hát nem vagyok a jó állapotban, lényegtelen, benned a Szent Szellem örökkévaló, romolhatatlan és dicsőséges. Mondtam, mézet hoztam. Hallod? Mézet hoztam. Azt mondja az ige, kiárasztok, kijöntök szellememből minden testre, minden testre, minden testre. Tehát lesz egy pillanat, amikor a konkolyra is ráárad, és a búzára is a Szent Szellem jelenléte. Egyébként a konkoly azért van, hogy te ne legyél konkoly. Ezért, ha egy konkolyjal fogsz között, mondd azt, hogy köszi, soha nem leszek olyan, mint te, mert tudom, hogy milyen a búza. Ciao! Ciao, amigo, adios! Ifjaitok látomásokat látnak, véneitek, nem, minden test, és fiaitok, lányaitok profétálnak, ifjaitok látomásokat látnak, véneitek álmokat álmodnak, sőt, szolgáimra és szolgó leányomra is kijöntök azokban a napokban, az eredeti héberben nincs birtokos szerkezet, de mindegy, és a napokban az én szellememből és profétálni fognak. Tehát én most felkészítelek téged arra a korszakra, ami lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 1 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva fog jönni, hogy látomásokat fogsz látni, és neked meg kell tanulni viselkedni, amikor látomást kapsz. Amikor profétálni kell majd Isten szelleme által. Mert Isten nem csak arra hívott el téged, hogy ide üljél és hallgass engem. Halleluja. Nézzük akkor Józsefet. Amikor éhséget idézett elő a földön zsoltárok, és a kenyérnek minden botját eltörte, elküldött előttünk egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el. Lábaid békjóba szorították, ő maga vasban járt. Ez az igazi feladata volt Józsefnek, hogy az Isten álma leszakítsa a békjókat és a vasakat az életében. Az állam képes volt erre. Lábait a békjóba szorították, ő maga vasban járt, mindez ideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta, megtisztította őt. Mindez ideig, amíg a szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta, megtisztította őt. Elküldött a király, és feloldotta őt. A népeken uralkodó, és szabaddá tette őt. Úrrá tevé őt a házán, uralkodóvá minden jószágán. Hogy főemberét tetszése szerint kötöztetheti, tehát valóban megkötözi, véneit is bölcsességet tanította. Így van. Miről beszéltem az elején? Elhitte azt egy idő után József, hogy ő mandátummal rendelkezik, pozícióba került, és azon a helyen van, ahová küldetett Istentől. Hogy jutott el idáig? Elküldött előttünk egy férfiút, Józsefet, előttük. József nem is tudta, hogy mindenki előtt megy. Amikor te elkezdesz a szellemi dolgok után vágyni, tudd meg, hogy azért mész előre, hogy majd akik hátra maradtak, azokon segíts. Amikor te megkapsz majd profitai élményeket, azért kapsz profitai élményeket, mert akik téged utáltak, azok felé el kell menned, és meg kell őket gyógyítanod. És irigyek rád, mert túlságosan sikeres vagy. Pedig nem is vagy milliómos. Lábait békjóba szorították, ő maga vasban járt. Amíg nem tanult meg vasban hitáltal járni, addig nem mehetett előre. Első volt a szó, a prófétai szó, a dávár Istentől, hogy van egy álom. A második a beteljesedés, hogy meg kellett történnie az, hogy beteljesedik a szava az ő életében. És ez többszörös beteljesedés volt. Akkor beteljesedett, amikor kimondta kétszer. Akkor beteljesedett, amikor a iszmaelita egy kútba dobta, és tudta jól, hogy ez az álom ki fog engem húzni. És kihúzta. Mondok neked valamit. Ha prófétai látás szerint, igény szerint élsz, és jön a réma. A réma az mindig prófétai közlést ad számodra. Megyünk majd mélyebbre is. Amikor prófétai kijelentés alatt állsz, tudd meg, hogy azonnal megoldódnak a dolgaid. Vagy várni kell rá, de benned már a hit elindult, és nem csak meg lesz, hanem megvan. Feelingben élsz. De vannak dolgok, amiket ha elkezdesz, majd lesznek ilyen dolgok, meg fognak valósulni. Mert az erő, a negyedik dimenzió ereje megnyitja a dolgokat. Lajos, hogyan? Mindjárt, nyugi. Mindez ideig, amíg szava beteljesedett, az Úr beszéde megpróbálta őt. Amíg próba alatt vagy, Isten igével, próbál Isten, hogy hitre jussál, és amíg ezen szenvedsz, és ezzel ágaskodsz, addig nem tud beteljesedni. Akkor, amikor azt mondod, Uram, tisztíts meg, hogy a te beszédet beteljesedjen, az álmod, a kijelentésed, a proficiát beteljesedjen az életemben. El akarom fogadni azt, amit te terveztél. Azonnal a békók lepattannak, és mehetsz tovább. Engedd meg Istennek, hogy az a látás, amit ő kitalált, ahogy a Józsefnek van látása, az egyháznak is van látása. Mindenki egyedi Istentől. Mindenkinek van egy egyedi célja itt a Földön. Van egy egyedi karizmád, van egy egyedi sorsod, van egy egyedi fantasztikus Istened. Ez vár rád, hogy megtaláld önmagadat Krisztusban. Akkor nem találod meg, akkor veszíted el az önképedet, és akkor nem érted azt, hogy ki vagy, és hogy egy ilyen értékvesztett embernek tekinted magadat, ha nem hiszed el, hogy honnan jöttél. Nem hiszed, hogy igaz ember vagy, hogy az Istennek az országa benned van, hogy el vagy hívva arra, hogy olyan legyél, mint Jézus.
Muszáj testvérek följebb vinni a színvonalat. Tudod, miért? Azért, mert le fogunk süllyedni a testi szintre, ha a prófétai kenet nem lesz olyan erős, hogy emberek hitáltal beszélnek, rémákat beszélnek, intés, bátorítást, vigasztalást beszélnek a szellemvilágból. A szellemvilágból. Tudod, hogy hány ember vár rád a szellemvilág által, az elhívás által? Tudod, hogy hány ember van Budapesten, aki várja azt, hogy egy ember prófétáljon neki, hogy ember ez a problémád, de Jézus Krisztus tud rajta segíteni? Mi a Krisztusról való beszéd a Jelenések könyve alapján? Így van, prófétálásnak a beszéde. A Krisztusról való beszéd a prófétálás beszéde. A Krisztusról való beszéd a prófétálás beszéde. Várad fel Krisztust, és a próféta kenet megnyilvánul rajtad. Ezzel azt mondja Krisztus, ha valaki rólam beszél, lehetetlen, hogy nem lesz prófétai ember. Halleluja! Aki rólam beszél, az lehetetlen, hogy nem kapja meg a prófétai kenetet, mert ő a próféta. A prófétaság szelleme van benned, Krisztus próféta. Krisztus benned él. Halleluja! Halleluja! Miért jó a profécia? Azért, mert azt mondta Pál, keresztül Isten, és kész. Hát, hogyha Isten nem magyarázza meg, én miért magyarázzon meg? Tehát, amikor Isten ilyet mond, hogy kívánd a szellemi dolgokat és a profétáljál, akkor nem magyarázzuk azt meg. Igen, igen, de van egy jobb profét. Hát én nem vagyok olyan, én most rúgtak ki, én nekem most szület, én most... Lejárt a jogosítvány, lejárt a kocsina műszaki vizsgám, ami igaz is. De akkor nem mondjuk ezeket, hanem akkor azt mondjuk, hogy tényként fogadjuk el. Most akkor Isten ígéje tény előtted, vagy egy szürreális világ? Vagy egy objektív világ csak, mint a materialistáknak. Hogy ők aztán tényleg objektív világban vannak. Ó, halleluja. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Menjünk ehhez a drága gyerekhöz, Józsefhez. Azt tudtátok, hogy Jákob és Mózes is profétált róla? Hogy ő neki milyen áldások lesznek a birtokában? Azt tudtátok? Tudod, mit jelent ez, hogy profétált róla? Mózes és Jákob? Azt mondja Józsefről. Isten áldotta az ő országa, és az ég drágaságával, tehát a menny királyságával, harmattal és az alant heverő mélység vizeivel, a belső kútja. A nap érlelte termésének drágaságával, mint a hónapok hajtásának drágaságával. Az ős hegyek javával és az örök halmok drágaságával. Az ország drágaságával és bőségével, mint a csipkebokorban lakozónak kegyével. Szálljon ez József fejére, feje tetejére, tesőrei koszorúzottjának. Első fajzású túlka dísze őréki. Rém szarvai és az ő szarvai, azokkal döfle népeket egyetemben föld végig. Ezek Efraim tízezrei, Manasszé ezrei. Előhozta nekünk Mózes, hogy Isten hogy gondolkodik, visszamenőleg Józsefről. Ez a profécia, ez az álom proféciája megvolt Istenben, mielőtt még Mózes megszületett volna. Mert Mózes nem magából beszél, hanem a negyedik dimenzióból. Azt mondja neki, hogy a csipkebokorban lakozónak kegye legyen rajta. Jó, gyere akkor gyerem, gyere, ne idegeskedjél, gyere velem. 1 Mózes 39, mutatok én neked olyat, hogy a méz a talpadat érint, olyannyira le fog folyni. József pedig, 1 Mózes 39. József pedig alávitették Egyiptomba, és megvevé őt iszmaelitáktól, kik őt odavitték, az egyiptomi ember Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. Tehát ő egy ilyen harcos volt. De hát Józseffel nem bírt, mert az Isten volt vele. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi udának házában volt. Az Úr vele volt, és szerencsés ember volt. Mondd velem együtt, az Úr vele volt, és szerencsés ember volt. Azt jelenti a szerencse héberről, hogy rászokad a Szent Szellem. Ez azt jelenti, hogy azért volt vele, mert a kútban nem dobta el, és nem csalódott a proféciában. A kútban gondolkodott. És azt mondta Istennek, nincs benne ez a Bibliában. Ha te adtad, Uram, az álmot, kétszer csináltam, ilyen álmot. Még az apám is azt mondta, hogy gondolkodok rajta. De amúgy még ő se tudta befogadni, még az apám se. De Uram, ha ez tőled van ez az álom, akkor a kútból most ki fog hozni az álom. És fölnézett, és ott volt a kötél. Bement Potifár házába, már túl volt a kúton. Bement, akkor már biztosan nagy mellényben ment be, idézőjelbe,
Mert bármire rátette a kezét, a Szent Szem rászállt. Ő ószövetségi ember, abcsel előtt nincs újjászületve. Te újjá vagy születve, és benned él a mindenható ereje. What? Ha a szellemi rá tud ugrani egy emberre, és mindent, amit csinál, azt kiemelkedővé teszi, mennyivel inkább nem a te életedben. Figyelj, te ne mondd azt a kígyóra, hogy hatalmas sárkány, amikor Évánál egy kígyóként jön oda, és nem sárkányként. Te nem mondd azt, hogy nem, ott a süsű a sárkány volt, 7 fejjel. Nem, az egy kígyó volt. Ne nagyítsd föl magad az életében a problémát, sárkányá, holott egy kígyó, és agyon kell taposni. És agyon is tudod taposni. És te ne nagyítsd föl az időt, hogy mennyi idő kell neked, hogy amíg helyreállsz. Engedd meg, hogy Isten lerövidítse az időt. És egyszer csak hirtelen megadja a megoldásokat. Mert van úgy, hogy nincs időnk. Van úgy, hogy nincs időnk, nem 18 évesek vagyunk. Van úgy, hogy nincs időnk. Engedd meg, hogy a negyedik dimenzió, az majd megmondja az időfaktort, hogy mit, hogyan, mennyi ideig, és hogyan, és mikor. Amen. Engedd meg, hogy Isten mondja meg a mikort. És ne te azt mondd, hogy mikor. Hát nem tudom. De tudod, egy nap alatt Isten adhat egy olyan álmot, egy olyan kijelentést, amivel minden nehézségedből kijössz. Egy nap alatt. Egy nap alatt fogja lebontani Babilont. Az egész szellemi rendszert le fogja egy nap alatt bontani. Halleluja. Itt József nem azt mondta, hát az Úr velem lesz, nem tudom. Nem, azonnal vele volt az Úr. Betette a Potifár házába a lábát, ott beállt, és már jönt a Szent Szellem, és mondta, mit csináljak? Ezt meg, oké. Kész. Csinálj lecsot. Tessék. Tessék. Látta pedig az Ura, hogy az Úr vele van. Valamit cselekszik az Úr, minden szerencsését ezt az ő kezében. Most figyelj. Kedvessé lőn ezért József az ő ura előtt, és szolgálj vala neki, és háza felvigyázójává tevé, és mindenét, amilyen vala, kezére bízta. Kedvessé tette Józsefet az ura előtt. Kedves. Mindjárt nézzük, mi ez a kedves. De neked is van egy fogalmad, mi az, hogy kedves. Kedves ember. Úri ember. És lőn az időtől fogva, hogy a házának amilyen volt, mindenék gondviselővé tette. Minden. Minden. Érted? Mert ez az ember fölismerte az Isten akaratából egy órán belül, hogy ez az ember legyen a minden. Megáldá az Úr az egyiptomi embernek házát. Józsefért. Az Úr áldása vala mindenen, amilyen csak volt a házban és a mezőn. Kiment a házból a kenet, és elment a mezőre. Testvérem, ez így működött az Ószövetségben. Mindent azért valamilyen volt, József kezére bízta, és semmire sem vala gondja mellette, hanem ha az ételre, amit megeszik. József pedig szép, termetű, szép arcú volt. És lőn ezek után, hogy az urának felesége Józsefre veti szemeit, és mondá, háj velem, ezt értitek. Halleluja. Mi a kegyelem? A kegyelem Istentől jövő erőt adó jelenléte, amely lehetővé teszi, hogy azok legyünk, akinek Isten elhívott, és hogy azt tegyük, amire Isten elhívott minket, hogy tegyük. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten belép az ember helyzetébe, hogy érdemi különbséget tegyen. Most figyelj! A kegyelem nem egy érzés, nem valami, amit ki kell érdemelni. Ez egy ajándék, egy áldás az Úrtól. Kegyelmet találni azt jelenti jóváhagyást, elfogadást, különleges előnyöket, azaz kedvezést, kedveltséget, vagy áldások elnyerését. Oké, figyelj! A kegyelem miatt volt kedvezés rajta. Ezután jön egy hatalmas próba az életébe, és nem adja el a lelkét ennek a nőnek. És utána azt mondja a 39:19-ben, mikor túl van a próbán, és lőd, amit hallja az ő ura a feleségének beszédeit, amelyeket neki beszélt, ilyesmiket tett velem a szolgát, haragra gerjedt, vevi azért Józsefet az ő ura, és veti azt a tömlöcbe, amelyben a király fogjai voltak, és ott volt a tömlöcben. De az Úr Józseffel volt,
kiterjeszti az ő kegyelmességét, és kedvessé tevi az őt a tömlősztartó előtt. És a tömlősztartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlőszben voltak, József kezébe adá. Úgyhogy ami ott történt, minden ő általa történt. Semmi gondja nem volt a tömlősztartónak azokra, amely keze állat voltak, mivel az Úr vala Józseffel, és valamit csak cselekszik vala, az Úr szerencsésé, tehát a Szent Szellem által áldottá, prosperálóvá teszi azt. Itt van egyfajta nagyon fontos dolog, hogy azt mondja így az ige, amit meg tudsz érteni gyorsan. Az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette, ez a szó azt jelenti, mintha egy sátrat emelne az ő kegyelmességét, a kegyelmet, és kedvessé tette őt a tömlősztartó előtt. Tehát a kegyelem hatása a kedvesség. Ez a kedvesség, ez a kegyelemből fakad. A kegyelem egy olyan munkája, ami egyenesen Isten szívéből árad az egész sorsodra, túlmutat rajtad, elér olyan emberi szíveket, akiket te nem tudnál elérni, és megfordul a szívük, érted? És megváltoztatnak dolgokat, hogy fölemeljenek. Maguk se tudják miért, azért, mert Isten kedveltsége ezt az embert, ezt a Józsefet kiválasztotta, és kész. Mert az Úré a föld, és kész. Ővé a tömlöc, az Úré, és kész. Ővé a börtön, és kész. Ővé az egész Potifár háza, és kész. Ővé Egyiptom, és kész. Csak senki nem tudja. De a világba vagy küldve. Ha a világba vagy küldve, akkor ugyanúgy Isten tud rajtad működni. Mert ha a világba vagy küldve, akkor neked is meg kell, hogy változzanak a szabályok, hogy te be tud tölteni azokat a lehetőségeket. Neked is kellenek akkor bizonyos szerencse részek, üzleti helyek, mindenfajta kapcsolati tőkék, amikkel találkoznod kell a jövőben. De Isten, az ő kegyelme, kedveltség által előtted áll. Amikor József lejött a börtönbe, azért volt ennyire magabiztos, mert hitt abban, hogy az álom pikpak megváltoztatja a dolgokat, mert ő az álom hatása alatt van, az ő kijelentése Bibliája. Az álom volt. És elhitte azt, hogy az álom beteljesedik. Nem tudta hogyan, nem tudta miként, nem tudta milyen gyorsan, de egyet tudott. Ha az Úr adott álmat, biztos, hogy nem halok meg. Nem fogok csalódni. Azt mondta magába, szerintem. Nem fogok csalódni Istenben. Majd meglátja mindenki, hogy az én Istenemtől volt ez az álom. Mert tudom, mert tudom, mert tudom. Ennyit mondott. Mert tudom, mert tudom, mert tudom. Nem kellett neki senkinek se beszámolnia, nem kellett senkinek bármilyen vitatárgyaként vitatkozni, meg csetelni, de ez így van, az álom az a része nem biztos, hogy bibliai, mert láttuk más dolgokat is a Bibliába. Nem, nem. Isten direkt beledobta egy kútba, hogy senki ne kommunikáljon vele. Csak Isten és csak ő. És vannak helyzetek, amikor meg kell engedned, ha kútba vagy, Isten hagyd szóljon, aztán hagyd dobja le a kötelet, hagyd húzzon ki, és hagyd vigyen a következő állomásra. Nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű. Kedvessé tenni őt a tömlöc tartó. Dicsőség az Úrnak. Azt tudom neked mondani, hogy amikor 30 esztendős volt a 41-es fejezetben, akkor már 17 meg 30 esztendő, az 17, az akkor már 14 éve volt, hogy van? Igen, 14 éve volt akkor már a problémában, és akkor kezdődött az áttörése. Tehát 14 éves kalamajkája van Józsefnek az életében. 14 évig kellett neki birkózni, mert itt van, hogy József pedig 30 esztendős volt, mikor a fáraó előtt, Egyiptom király előtt állt, kiment át József a fáraó elé, és bejárta az egész Egyiptom földjét, és a föld a 7 bő esztendő alatt tele marokkal ontál termést, és összegyűjti a 7 esztendőnek minden ereségét, ekkor már teljesen föl van emelve, amely vala Egyiptom földjén, és a városokban takarítá az élelmet, minden városban körülött lévő határ élelmét takarítá be, és felhamozzá József a gabonát, mint a tenger fövénye, igen sokat, annyira, hogy megszűntek az számba venni, mivel hogy nem volt száma. Amikor a profétai látás szerint élsz, akkor sokkal nagyobb lesz az álom, mint te vagy, sokkal nagyobb lesz az áldás, mint el tudsz képzelni, és amikor ez a látás elindul, bármilyen profétai látás, akkor egyszerűen azt fogod érezni, hogy áldásán leszek mások számára. Nem azért tud, áld meg téged az Isten, hogy neked legyen csak, hanem azért, hogy mások számára a hét szűk esztendőt kezeld. Azt gondolom, hogy a világban bármikor bejöhet 7 szűk esztendő. Azt gondolom, hogy a világban bármikor bejött 7 szűk esztendő. Én meg azt mondom neked, ettől függetlenül meg kell tanulnod a félelemmel szembenézni, és a bizonytalansággal, mert ezt a 7 szűk esztendőt nem lehet legyőzni csak hitáltal. Amikor 7 szűk esztendőben volt időzőjelben Eszter, akkor azt mondja róla az Eszter 5.1. Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, megállt a király házának belső udvarában, a király háza ellenében, és a király ült a királyi székben, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. És lett, amint meglátta a király Eszter királynét, hogy áll az udvaron, kegyelmet, kedveltséget, különleges bánásmódot talált szemei előtt. És kinyújtá a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében volt, akkor oda ment Eszter, és megillette az aranypálca végét. És onnantól kezdve jött az áttörés.
A szemében, a két szemben kiáradt a kenet. És egy másodperc alatt a négy dimenzió leuralta a három dimenziót. És eljött a segítség Eszterhez és az zsidók népe számára. A kedveltség. Az Isten kedveltsége. A különleges bánásmód, hogy kedvenc, kedvenc Eszter. Az miért kedvenc? Mert a kegyelem alatt van. Ezért mindenki, aki most itt ül, kedvenc. Kedvenc. Bármikor megnyilvánulhat az Isten kedveltsége rajtad. Szemtől szembe, fültől fülig, szájtól szájig, hangról hangra. Isten szelleme, megy, köszönsz valahol, és azt mondják, hogy milyen ez a köszöntés. Mint hogyha a szellem szólt volna, megrezdült valami bennem. Halleluja. Testvérek, ez nem Andersen meséje. Eszter élő személy. Így mondja az ige. Király ült a királyi székében, lőn, amint meglátták király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, meglátta a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, meglátta, hogy Eszter királynét ott áll az udvarban, kegyet talált szemei előtt. Ez egy felgyorsított áldás. Azért jön ez a kedveltség rád. Nem mindig, de nagyon sokszor kell bánni ezen a földön, hogy kedvessé tegyen Isten téged mások előtt. Hogy átjöjjenek a javok. Hallgass, fiam, apád feddését, ne hagyd el anyád tanítását, mert ez kedvesség koszorúja a fejednek, és ékszere nyakadnak. Koszorúként akar megjelenni a kegyelem. Kegyelemnek a kedvessége, kedveltsége. Ez a jó akarat, koszorú. Ezt tudod, mit jelent? Hogy azon keresztül kormányzol. Nem a vágyakon, a testi ambíción keresztül, hanem Isten kedveltségén keresztül. Mert benne vagy Isten céljába, akaratába. És benne kell, hogy legyél. Mert innen nem mész úgy el ma, hogy ne legyél benne. Mert beleteszlek, bele nyomlak. Halleluja. Figyelj. Példabeszédek 22.1. Inkább a jó hírnevet kell választani, mint a nagy gazdagságot, és a szerető és kedvező kegyelmet, így fordított ez a fordítás, mint az ezüstöt és az aranyat. Kedvező, a kedvezés nagyobb áldást hoz, mint az arany. Nagyobb áldást ad a kedvessége Istennek. Kedveltsége. Ez egy természet fölötti ereje Istennek. Van mélyebben, nyugi. Lukács 2.52-t még fel kell olvassam. Jézust föl kell ma magasztalni. És Jézus gyarapodott bölcsességben, termetében, valamint kedvességben, Isten és az emberek előtt. Ez a kenet volt rajta. Úgy, mint Józsefen. Mózes ismerte a kedveltséget? Balhé van, össze van törve a 10 parancsolat is majd. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Különleges bánásmódot. Nem arról él, ha velünk jársz? Tehát mi a különleges bánásmódnak a célja? Hogy Isten veled járjon. Amiképpen Mózessel vele volt az Isten, azért történhetett meg, mert ismerte József életét, és azt mondta Isten neki, olvasd el József könyvét. Ő elolvast, és azt mondta, ez az én emberem. Én olyan leszek, mint József. Isten vele volt, még a Potifer házába is. Én elmegyek Egyiptomba, oké, és velem leszel. Biztos, hogy tanította őt Isten Józsefről. Nem arról, hogy velünk jársz. Így vagyunk megkülönböztetve a kedveltség által. Én a te néped, minden néptől, amely föld színén van. Mondd azért az Úr Mózesnek, megteszem azt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt. És a név szerint ismerlek téged. Amikor te elfogadod, hogy ki vagy, és a kedveltségért imádkozol, hogy jöjjön rám Isten kegyelme, Isten jó akarod, hogy emeljen föl, hogy szenvedéseimnek vége legyen, hanem hogy azt tudja mondani az Úré a dicsőség, az Úré minden dicséret. Akkor Isten azt fogja mondani neked, hogy adom a jelenlétemet, mert kedvellek, és tudom, ki vagy. Személy szerint. Végre te vagy az, aki elfogadtad, hogy én kedvezni akarok neked. Figyelj! Megteszem azért, mondja az Úr, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt. És mondd az Úr, ímé van egy hely nálam, állj a kősziklára. És amikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de az orcámat nem láthatod. Ember élvén az ő orcáját nem látja. De most új szövetség van. És az ember élvén, az Úrban, feltámadva a halálból, tudja látni az Isten jelenlétét. Tudja tapasztalni Isten jelenlétét. Ez volt a kedveltségnek a lényege, hogy nem tudta volna elhinni Mózes, hogy milyen az, hogy Isten kedveltségében lenni, ha nem mondja azt, hogy látni akarlak téged, hogy tényleg tőled jön a kedveltség? Tényleg te vagy a kedveltség Istene? 2 Mózes 34-ben egy picivel később azt mondja, és az izrael fiai látták a Mózes arcát, hogy sugárzik Mózes arcának bőre.
Leplet tett az orcájára, míg nem bement, hogy ő vele szóljon. Ő pedig mondta, ímé szövetséget kötök te egész néped előtt, csodákat teszek, amelyek nem voltak az egész földön. Sem a népek között, hogy meglátja az egész nép, amely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit, mert csodálatos az, amit cselekszem veled. Embereket keres Isten, akiket meg tud kedvelni. Azt mondja, nem vagy kedves? De kedves vagy, kegyelem alatt vagy. De kell kérni, Uram, Uram segíts, ahogy Mózes kérte, hogy megértsem azt, hogy hogy tudok neked te gyönyörűségedre lenni. Tudom, hogy már gyönyörűséged vagyok. Tudom, hogy így születtem, hogy szerettél. Hát azért testvérek, a valóság, meg amit látsz a szellemi dimenzióban, az nem mindig ugyanaz. Föl kell nőnöd oda, hogy azt tud mondani, Uram, én gyönyörködöm benned, te pedig tedd alkalmassá az én szívemet arra, hogy én is érezzem azt, hogy te is gyönyörködsz bennem. Ez hitáltal indul el, úgyhogy kimondod, engem Isten gyönyörűségre teremtett. Ez hitáltal indul el, hogy azt mondod, itt nagyobb van, mint Mózesnél, az új szövetségben. Hitáltal mondod azt el, hogy az új szövetségben a szabadság törvénye van, a szabadság szelleme, hogy én felszabaduljak arra, hogy rajtam is a bőrömön rajta van a kenet, rajta legyen a kenet, mert ez ószövetség. De a Pál azt mondja az új szövetségben, hogy láthatszuk az ő orcáját. Tehát a dicsőség, a jelenlét be tud menni a szobádba, az életedbe, hogyha kívánod, ha keresed azt, kutatod azt, hogy jöjj, azt mondod Istennek, Uram, a jelenléted nélkül nem akarok élni, mert azt akarom, hogy kedveltédé fogadjál. Azt akarom, hogy azt érezzük egymással, hogy te kedvelsz engem, én kedvelek téged. Szereted Isten jelenlétét? Szereted Isten jelenlétét? Szereted Isten jelenlétét? Szereted az Úrnak a bensőséges jelenlétét? Az ő tüzét, az ő szeretetét, hogy átfog, betölt a szobádba, megráz, meggyógyít, helyreállít, álmokat ad, halleluja! Nem hagy abba a szobába! Ki fogsz jönni onnan? Hogy elkapd az áldásodat, ami a tiéd. Elkapd az áldásodat, ami a tiéd. Isten válasz a problémáidra soha nem változik. Légy hű Istenhez és bízd Isten beszédében. Soha nem változik. Jézus ezt mondta nekik, amikor imára kérték, hogy tanítson. Legyen bennetek Isten hite, és kész. Legyen bennetek Isten hite, és kész. Az új szövetségben úgy lehetne ezt átadni a görögből. A szó szerint birtokoljátok Isten hitét, vagy legyen a tiétek Isten hite. Azt mondja Isten neked, azt fogja mondani minden problémádra. Oda jössz hozzá, így. Ó, Uram, megint nem működik az áldás, pedig már nagyon sok áldáson voltam túl. Úgy gondolom, hogy nagy áldás kell. Hallottam a Sándortól is, meg a Pétertől, meg a Lajostól, meg a Rucgizitől is, meg olvastam a könyvekbe, Hegintől is. Az áldás az nagyon jó, és jön a szeretet munkája, halleluja. És akkor Isten pedig azt fogja neked mondani, ember, nem fogok veled szóba állni, amíg nem hiszed el, hogy van hited. Mert ez, amiről beszélsz, ez babona. Ez babona. Ez szürreális, szubjektív világ, az az összeolózó sok karizmatikus zagyvaság, ami van a fejedben, meg a szívedben. Azt fogja mondani neked, van hited. Van hited, cselekedj. Miért adtam neked a hitedet? A hitedet. Miért adtam neked? Hogy cselekedj és csodákat tegyél. Nem azért adtam a hitedet, hogy panaszkodj, meg így magyaráz nekem, Uram, nagyon régóta imádkozok érted, köszönöm Uram azt, hogy sok mindenre mentünk át, de Uram, most itt van ez a helyzet, és nem tudom, hogy mit csináljuk, stb. Isten azt fogja mondani, van hited. Úgy érzem, Uram, hogy a házasságom romokban hever, és nem tudom, hogy a férjemnek mikor kellene még megváltozni. Állj! Én tudom, hogy kinek kéne megváltozni neked, hogy elhidd, hogy van hited, és hitáltal kezdj el gondolkodni. Jézus ezt mondta, legyen bennetek Isten hite. Úgy van, stabilan mondom, ámen és ámen az eredeti szöveg alapján, ahogy mondom nektek, stabil. Legyen bennetek Isten hite, az imádságot kezded, legyen benned Isten hite, használd Isten hitét, inkább most új szövetségben ezt mondom. Használd a benned lévő hitet. Használd a benned lévő hitet. Nem tudom, hogyan kell használni a hitet. Tipikus magyar gondolat. Nem tudom, hogy van-e hitem. Nem tudom is. Van hited. Kész. Itt a tény. Nem kell szubjektív világod, hogy neked mi a véleményed magadról. Isten akkor újjászült téged, hitet adott. Kegyelemből tartotta meg, hitáltal Jézus nevében. Ugyanaz a hit van benned, mint Jézus Krisztusban. Ugyanaz a szellem van benned, mint Jézus Krisztusban. Ugyanaz a szellem van benned, mint amikor föltámasztott őt a halálból. Na most már elég. Halleluja. Két módon tudod a szellemi valóságot úgy tapintani, vagy hogy felvenni bizonyos dolgokat a szellemi valóságból, hogyha Isten szellem egyszer csak megragad, és kapsz egy fantasztikus élményt, erre vágyik mindenki. Ne csináljon semmit, csak jöjjön a Szent Szellem, betöltsön, halleluja,
jön egy kis jó érzés, kis szellő, mert nagyon meleg van, és ugye szóljon nekem az Úr, meg adjon egy új lehetőséget, hívjanak föl telefonon, bátorítsanak, és amikor ezek átélem majd ezeket, akkor majd nagyon jó leszek. Isten pedig azt fogja mondani neked, addig, amíg nem akarsz megváltozni ebből a gondolkozás, szürreális gondolkozásmódodból, vallásos agymosásunkból nem akarunk kijönni, addig Isten nem hajlandó velünk tárgyalni. Most gondold azt, hogy odaadja a fiát, odaadja a kegyelmet, és odaadja a hitet. És mi pedig azt mondjuk, hogy ezt a hármat kerüljük meg. És személyesen, mert én magyar vagyok, szabadságharcos, nekem személyesen kell más típusú út, ami a rövidebb, könnyebb, stb. Nem lesz könnyebb. Amíg megtaláljuk meg a hitet, addig nem. Azt mondja, a látással kapcsolatban Istennek az ideje, igéje. Ha nincs látás, megvadul a nép. Tudod, hogy fordítottam ezt le? Ha nincs egy szellemi élményed Istentől, akár az igén keresztül, akár személyesen a Szent Szellemtől, meg fogsz őrülni. Meg fogsz vadulni. Ez egy tény. Ha nincs látás, vadulunk. Ha nincs látás, törünk. Ha nincs látás, átváltozunk valami vad világba. Nem a kedveltség, nem a szeretet, nem az egység, nem a harmónia. Elveszítünk mindent. Folyik ki körülöttünk mindent. Onnan olyan dolog, amire nem kéne kifolyni. Tudod, mit mondok én neked? Hogy akkor, amikor elkezd Isten dolgozni veled, akkor azt fogja tudatosítani benned, hogy plántálva vagy. Plántálva vagy. A mennyből vagy plántálva, ezért a mennyből kell, hogy éljél. A négy dimenzióból jöttél, a négy dimenzióból kell, hogy táplálva legyél. És egy dolgot akarok mondani, hogy a plántálás azt jelenti, hogy valamit bedobnak az ember szívébe, vagy bedobnak valamilyen magot a földbe, hogy gyökere legyen. Így van? Nagyon egyszerű gondolat. A gyökér azt jelenti, hogy legmélyebb rész. A gyökér azt jelenti, hogy származás. A gyökér azt jelenti, hogy letelepedés. Legmélyebb rész, származás, letelepedés. És van rendellenes hajtás is. A gyökér azt jelenti, hogy a legmélyebb részedet akarja megtalálni Isten. Le akar telepedni Isten a menny királyságával, és a származásodat akarja megerősíteni, hogy az, ami jött, az a mennyből van. Ha nem hiszed el, hogy igaz vagy, akkor addig kell ezt a nótát fújnom. Nézd meg, mondom az igét. Halleluja. Jézus is szenvedett, csak itt, ahogy a szellememmel figyelek, úgy használom a szájtokat. Azért, mondja Jézus, azok azt fontolgatták egymás között, hogy nincs kenyerük. Mikor észrevette, így szólt hozzájuk. Mit fontolgatjátok, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek? Képtelenek vagytok belátni a beszédembe? Képtelenek vagytok látni? Nem látjátok be? Nem rákjátok össze? Megkövesedett szívvel jártok. Szemetek van, és nem láttok, füleitek vannak, és nem hallotok. Nem emlékeztek rá, hogy amikor 5 kenyeret törtem meg 5000 embernek, hány teli kosárral vittétek el a megmaradt darabokat? 12-vel felelték. És mikor a 7-et törtem meg a 4000-nek, hány teli kosár darabot vittetek el? 7-et válaszolták. És most sem láttok a dolgokba bele. Mondom az összefüggést. Ott a csoda. Két csoda. 5000 ember, ami 15000 ember volt, 4000 ember, ami minimum 12000 ember volt, vagy még több, mert ugye nem egy ember volt, ott volt a családja. Megtörténik ez a monumentális csoda, látják a természet fölöttit, hogy a negyedik dimenzióból hirtelen, nem egy nap alatt, nem egy hét alatt, nem egy év alatt, azonnal megszaporodik az anyag. És mindenki eszik. Tehát 100% volt. Oda ment a legkételkedőbb is, a legpesszimistább, a leghitetlen gyaurkutya, és azt mondta, na majd én megnézem, hogy tényleg ott vannak ezek a dolgok, vagy itt bürleszk jelenet van. És akkor Rodolfo játszik a mi idegeinkkel. És oda ment, és tényleg ettek belőle. Ott volt az anyag. Megszaporodott. Nem egy héten keresztül, egy nap alatt. Egy másodperc alatt. 10 perc alatt. Amen. És azt mondja Jézus, azért kemény a szívetek, mert a 4D nem hatott rátok. Ezért vadulás kapcsán. Azért vadulunk, mert a látás nem hat ránk. Azért vadulunk, mert olvassuk az igét, de nem hisszük el. Azt mondjuk, hogy jó, aranyos, de én gyorsan akarok változni, és áldás kell nekem. Ez nem így működik. Ez nem így működik. És mi az, Lajos, amivel felgyorsíthatom ezt a dolgot? Úgy, hogy ha elkezdesz elmélkedni Isten igén,
Magyarázom. Amikor József megkapta az álmot, ő nem emlékezett semmin, ő bele lett hullatva ez a plánta. De ez ma általánosságban nem működik. Nekünk kell venni Istennek az igét, ami arról szól, hogy hogyan változtatja meg Isten az életünket. Elkezdem olvasni azt a csodakönyvet, ami arról szól, mikor lesz csodám. Ha nem akarsz csoda szerint élni, lemondtál magadról, és elkezdtél vadulni. Mert nem arra vagy megteremtve a királyságból, hogy egy proletár senki legyél. Hanem arra vagy megteremtve, hogy valaki legyél. És ez a valakiság nem abból áll, hogy mennyi pénzed lesz, nem abból áll, hogy mennyi csodát csinálsz, hanem hogy éled Isten tervét, akaratát, célját. És elmész az Isten tiszteletre, és várod, hogy Isten szóljon hozzád, és valamit alkalmazzon az életedbe. Várod azt, hogy Isten fölemeljen, szellemről szellembe, hitből hitre. Nem azért imádkozol, hogy Isten áldj meg, mert eljutsz arra az ígére, hogy minden szellemi áldással meg vagy áldva. Már nem azért imádkozol, hogy valami történjen, mert tudod, hogy mindig történik valami, mert Isten mindig velem van. Csak ne engedd meg, hogy a hitet elfogjon, elfoljon. Engedd meg azt Istennek, hogy megtanítson bízni téged. A legnehezebb helyzetekben, legfőképpen a 7 bő esztendőben. Amikor nincs látás, vadul az egész gyülekezet. Vadul a környezet. Elbutul és eltorzul az egyház állapota. És miért? Mert látás vesztett nép. Álom vesztett nép. De ha megőrzi a törvényt, boldog. De ha megőrzi a törvényt, boldog. A törvény szeretete, vágya, és a törvénynek a fölemelése, a törvény tisztelete, az hoz boldogságot. A törvény hoz boldogságot. Ha az új szövetségből nézzük, nem a Tóráról beszélek, hanem a szellemi törvényszerűségek. Van 3 szellemi törvény, plusz 1, a non plus ultra, van az élet szellemének a törvénye, Róma 8. Abban van a hit törvénye, a szeretet törvénye és a szabadság törvénye. És rájöttem, hogy elmékedtem, pont valaki segített ebben, a 4. törvényt kihagytam, az élet szellemének a törvényét, és az Úr azt mondta nekem, hogy az élet szellemének a törvényében van benne minden törvény. Az élet szellemének törvényében van benne minden törvény. Az élet szellemének törvényében van benne minden törvény. Mert az életből árad, a menny életéből árad minden törvény, energizálja. Energizálva a mennyből van. Mondok még valamit. Azért fontos az élet szellemének a törvénye, mert a héberben az élet szó az mindig többes számban jelenik meg. Hayah! Többes számban. Életek! És amikor te benned a Szent Szellem működik, akkor többfajta élet árad ki belőled. A keneteknek a túlcsorduló módja. Nem azt mondja az ige, hogy kis patakocskák áradnak ki belőled, János 4, János 7. Hanem arról beszél Jézus, hogy élővíznek folyamai, életek a folyamatok, életek. Elmész egy élethez, alkoholista, akkor a gyógyulás jön az alkoholizmusból. Elmész egy másik életbe, prostituált, megszabadul a tisztátalanságból. Elmész egy másik emberhez, bölcs, te meg még bölcsebb vagy egy igén keresztül, és bölcsebbé teszed őt. Ez az életek. Halleluja! A dicsőség az Úrnak. Oké, mehetek tovább? Halleluja! Azt mondja, példabeszélek 24:32. Én megfigyeltem ezt. Szívemmel irányt szabva odafordultam, láttam, és feddést, fegyelmezést, vagy figyelmeztetést nyertem belőle. Megfigyeltem, az első, ez a látás szó. Ez a prófeti látásra vonatkoztatva van a megfigyelés, csak ezt nem tudod, mert a Hébert nem nézted meg. Megfigyeltem. Megfigyeltem. Ez nem csak figyelés, ez egy prófétai látás a héberben. Ugyanaz a szó, mint amikor a látásról beszél a példabeszédek 29:18. Tehát azt mondja, először van a látás, hogy belelátsz dolgokba, utána a szívedet pedig elkezded tudni irányítani. Amíg nincs prófétai látás, addig a szívedet nem lehet megfordítani. Se te nem vagy képes rá, se én nem tudom a saját magam szívét, sem én a te szívedet, se te az én szívemet, se egy prédikáció, se egy élmény, se egy kenyérszaporodás, sem Jézus, hogy itt van, se a Szent Szellem, hogy itt van, se hogyha az Atya dicsősége megjelenik, és minden rászódik, és minden elolvad, az sem változtatja meg a szívedet. Csak az, hogyha jön a látás, és te akarod a látás felé fordítani a szívedet. Te, neked kell a látás, ha jön egy réma az életedbe. Nem a réma változtat meg, te változtatod meg a szívedet úgy, hogy elkezdesz hinni benne. És nem Isten hitével, hogy majd megkeresed Istent és megteljesed a hitét, hanem magadban van benne az Istennek a hite. És összekapcsolod ezt, azt mondod, ez az enyém. Ez az enyém. Halleluja. Még egyszer, csinálom. Ez az enyém. És megfigyeltem ezt. Szívemmel irányt szabva odafordultam. Láttam a feddést, a figyelmeztetést, és nyert belőle. Ezért nem elég az álom, ahogy szoktam tanítani, szív is kell hozzá. Szív, hogy a forduljon meg, nem fogod elhinni. Benned 24 órán keresztül az elméd azt fogja mondani, ez fölösleges, 4D, 3D, hol a 2D? Mi ez? 5D? Jó, nincs ilyen 6D. Jön belőled az a kedveltség ellentétje, a durvaság, a vadulás.
Az a vadember, aki nem akar szellemi életet élni. Pál azt mondja, mindenki keresse a szellemi dolgokat. Hányszor olvastad el? Sose felejtem el. Elmentem valakihez, és más földrészem. Imádkoztak értem. Bededekeztem Szent Szellemmel. És visszahoztam az egész képet, és ez hogy volt, mint volt? És rájöttem arra, hogy volt. Nagyon szomjas voltam Istenre. Beálltam a sorba. Úgy álltam be, hogy már nem lehetett volna. Tülekedtem. Csaltam. Csak hogy oda kerüljek, afelé, aki ott szolgál. Egy Istenem, egy életem, egy halálom, egy Istenem. Az én életemet nem kímélem. Oda mentem a sorba. Ott ült fönt az a személy, akivel te már nem tudsz találkozni, de én találkoztam vele. Csak nézett rám. Annyira kellemetlen volt, hogy már fölfelé néztem, hogy nem akartam. És az Úr mondta a Dávid Zsoltárát, hogy nyisd ki a szádat, és betöltöm azt. És kinyitottam a számat. És jött az a prédikátor, rám tette a kezét, és semmi nem történt. Aztán visszajöttem a sorok közé. És egy személy, egy erőszakos személy odahozta nekem azt a szemét, aki ott ült, aki miatt voltam ott. És odahozta a feleségét. A testvéreim megőrültek. Ez velem történt? Tényleg? Csípjetek meg, ez igaz? Velem volt? Ott volt az Úr. Beszélgetek vele egy pár mondatot. És ott utána elmentünk feleségemmel, és nagyon-nagyon nagy kenet szállt ránk. Az életemben nem éreztem még ezt, hogy nem tudunk menni. Tehát elkezdtünk menni, és egyszerűen nem bírtunk menni. Tényleg engem ott nem lehetett átvágni. Én aztán tényleg keserű voltam. Olyan keserű voltam, hogy annál keserűbb nincsen. Mint a Tonik. És amikor elindultunk, a Szent Szem rám szállt. Én ott nem játszottam. Én azt mondtam, a kenet van rajta, jöjjön, na, hol a kenet? Na, nyomjad! És jött a kenet. És ott leültünk. Sose felejtem el. És összetettem az egészet. És rájöttem arra, hogy Isten azért áldott ott meg, mert valószínűleg ez az ember ott fönt imádkozott, értem ezt a szerencsétlen törzsbe, Uram, mert még a száját is kinyitja. A megfelelő pillanatban a dédé meg tud nyílni, ha szomjas vagy, ha mered vállalni. Istent, akarod Istent, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Tudod, hogy kell Isten dicsérni? Teljes lelkedből, teljes erődből. Ezt most komolyan mondom. Döbbenetes az, hogy Isten mit vár el tőlünk, hogy teljes erőnkből tiszteljük őt. 1 Sámuel 3:1. Bírjátok még? Mondtam, hogy méz lesz. Mondom. Sámuel pedig Éli előtt szolgált az Úrnak. Micsoda anomália, hogy egy bukott ember előtt szolgál az Úrnak. What? Az Úr szava ritka és értékes volt azokban a napokban. Nem volt gyakori vagy széles körben elterjedt a látás. Hol volt a vadulás ebben a korszakban? Éli fiai között. Ő miatta ment tönkre a proféta mozgalom. Akkoriban. Sámuel után. A vadulás elindult kint. Bent ritka a kijelentés. Miért van kint ritka? Mert Éli nem akar látni. Bent Éli Isten előtt van. Nem akar tovább látni. Tudja, hogy mit csinálnak a fiai, nem érdekli. Elkezd kint vadulni minden. A nép teljesen, totálisan bevadul. Mint a szopornyiszát kaptak volna. Bent pedig, Istennek a jelenlétében, bent Isten jelenlétében, Sámuel nevelkedik. Teljes káosz! Ezt az Isten emberét, Sámuelt, egy korrupt pap tanítja, aki lemondott már az Isten munkájáról, az örökkévaló papságról, az örökkévaló szövetségről, és a papságnak a dimenziójáról. Kint az emberek szopornyicáznak, tehát őrültek, meg vannak bolondulva. Bent pedig a Szent Szellem elkezdi ezután, az ige után Isten szólni, Istentől jön a szó, elkezdi indítványozni Isten a mennyből, a 4D-ből, hogy megtanulja Sámuel, hogy hogyan kell hallani Istennek a hangját. Na jó, mondok még egyet zárójelben. Ki tanítja meg ezt a Sámuelt, hogy hogyan kell hallani Istennek a hangját? Éli! Azt mondja, ha jön Isten, akkor mondd ezt. Testvérem, a szellemvilág az nem olyan, hogy te most mérnöki pontossággal. Ezt így lesz nálam, és akkor itt befordulunk, és akkor itt jön a Seat, Toledo, aztán megint tovább, ott jön ez, meg ott a szolgálat, aztán a profitai fölkenetés, aztán elmegyek konferenciákra, és akkor ott jön. Ez nem ilyen. Ez nem az élet. Ez a YouTube, de nem az élet. Azt jelenti ez, hogy az Úr szava ritka és értékes volt azok a napokban. Azért volt értékes, mert Sámuelnek volt értékes amúgy, mert nem az embereknek. Ezért amikor egy generációban egy-két embernek értékes az ige, értékes a profécia, értékes a 4. dimenzió, akkor Isten jön. Ha valakinek nem értékes, nem fog jönni Isten.
Akkor azt fogja mondani, egyed azt, amit kint találsz. Egyed Éli fiait, ennek a munkáját. Egyed a Éli papságát. Menj oda Éli pap alá, simogasd az Éli papát, és a papót, és a papónak segíts tovább. Szolgálj a papónak. Isten meg azt mondta, kiveszlek téged, fiam. Kiveszlek, mert látom, annyira szereted Istent, hogy már ott laksz, és ott alszol, mint egy kis cica a fridládánál. Kiveszlek téged, kiveszlek téged. És a világ leghatalmasabb emberévé teszlek kegyelem és kedveltség által. Mert ebben a káoszban te, ebben a káoszban, mikor mindenki hamis proféta, te azt mondtad Istennek, én igaz proféta leszek. Fölmerted vállalni, nem vagy gyáva. Azt mondtad, igen, mindenki hamis proféta, majd igaz proféta leszek, mert bennem. Tudom, hogy Isten elhívott. Mert anyám is ide letett. Mert tudom, hogy ő is tudta. Mert én is tudtam, hogy el vagyok hívva Isten dicsőségére. És egy utolsó dolog, még egy mélyen a profétai dolgokról, ez tényleg mély lesz, hogy már nem úgy mély, hogy mint én mély vagyok, vagy te mély vagy, hanem hogy egy széles kijelentés az Istentől. Én vagyok, aki a prófétákon keresztül beszéltem. Ez a dávár szó szerepel, ez a beszédnél. Tehát amikor Isten beszél egy prófétán keresztül, ha kenet alatt van, még amit mond, az is prófétai. Tehát lehet egy prédikáció teljesen prófétai. Úgy, hogy nem prófét, nincs benne profécia. És adtam sok látomást, én szóltam. És adtam sok látomást, én szóltam példázatokban a proféták által. Első volt a beszéd. A második, hogy folyamatosan adta a sok látomást Isten. Tehát amikor Isten elkezd valahol dolgozni a profétai kenettel, akkor ott önti. Bőséggel, így írja a Héber. Vagy növekedett a látomás. Ha megáll a látomás, az azért van, mert élik megjelentek. És a következő, én szóltam példázatokban a proféták által. Jézusnak minden példázata, héberül mássál, görögül parabola, mint profécia. Minden példázata profétai. Tehát amikor te olvasod Jézust, minden profécia neked szól, és mind proféciát föl kell törni a Szent Szellem által. És ahogyan jön a plántálás majd, magokat fogsz kapni ezekből a dolgokból. Jézusnak minden beszéde profétai. Jézus minden egyes hogyanja, vagy hogyja, vagy veszője, vagy jótányi része, betű része, mind prófétai. Amikor te olvasod Jézust, akkor egy prófétával vagy szembe. És amikor szól a próféta, akkor méretpontosan, betűpontosan és nanopontosan mondja meg számodra, hogy mi a te rémád. A próféta lát téged, ahogy Derek mondta. Ne úgy olvasd, hogy te látsz az igét, hanem Isten igéje lásson téged. Még lesz egy blokk, hogy Józsuénál aztán vége, de ezt most zárom. Tudatosítanunk kell azt, hogy amikor újjászülettünk, akkor a szellemünk romolhatatlan, örökkévaló lett, kút lett, és ez a kútban Isten szelleme lubickol. Minden készsége Istennek belelépett az életünkbe, mert a szellem bennünk van. Ez a 4D. Tehát amikor te imádkozol, nem tudom, te hogyan imádkozol otthon, de én így imádkozok, segítek, ha lehet. Uram, köszönöm, hogy újjászülettem, és bennem lakik az Isten. Az Atya, meg a Fiú, meg a Szent Szellem. Uram, Atyám, köszönöm, hogy atyaság alatt vagyok, és mindent meg tudok veled beszélni, és nincs olyan, amit ne hallgatnál meg. Atyám, köszönöm, hogy már nem azt kérdezem, mi a te akaratod, hogy legyen meg a te akaratod, hanem úgy imádkozom, Uram, köszönöm, hogy mindig a te akaratodban leszek, mert azt akarom, hogy az akaratod megvalósuljon. Uram, nekem nem kell más akarat az életemre nézve, csak ami Istennek jó, kedves, kedvelt, kedvenc, és jó, kedves és tökéletes akarata. Ez a 3-1. De ez 3 lehet külön? Lehet, hogy a jóba vagy benne, és még nem értél el a kedvencéig. De lehet, hogy benne vagy a jóba, és a kedvence vagy, és nem akarod, megállsz, mi a tökéletes. Az imát, a bibliaolvasást ennek a célnak kell alárendelni, hogy a teremtő erő fel akar szabadulni, időt kell hagyni, alárendelni a bibliaolvasást a kenetnek, a Szent Szellemnek, hogy szóljon Isten. Azt mondja, Lajos, ez nem spirituális, testvérem, ez a kereszténység. Ja, hogy te egy más világból jössz. Testvérem, hagyj hozzal akkor le arról a hamis világról, gyere be az életbe. Ne gyere az életre, ne hozzál le bennünket az életről, mi majd beviszünk téged az életbe. Ez a valódi élet, hogy Isten a szobádban lakhat, és nem azt mondod, hogy Uram, mutasd meg, hogy hol vagy, hanem azt mondja Isten, megismertetem magamat veled. Ez az új szövetség. Tadám! Minden, ami az életedben van, két dologtól függ. A gondolkozásmódod, a kép cseréd, hogy állandóan cseréled-e a képeket friss kijelentésre, a második pedig a beszéded. Ezen mozog a szellemi életed. Ameddig ellátsz, addig tudsz kommunikálni. Amit nem látsz,
azt megtagadod. Ezért kell látás. Amit nem látsz, azt letagadod. Olvasod a történeteket, hát ez nem az én életem. Egy Timóteusban, kettő Timóteusban Pál kétszer imádkozik Pálért, vagy Timóteusért, vagy rugdossa, hogy a karizmákról nem mondj le. Nem mondj le a karizmákról, hanem gyújtsd újra lángra a karizmát. Ezzel azt mondja Pál, hogy az a álom, ami benned van, az a karizmatikus élmény, az a karizma, az a működés, ami a tiéd, a talentumoddal együtt, mert a karizma és a talentum nem ugyanaz. Együtt dolgozik, de nem ugyanaz. A talentum az, amire Isten elhívott téged, egy fantasztikus én, egy fantasztikus siker, egy fantasztikus ügyesség, egy fantasztikus zsenialitás van benned, de ez Isten előre eltervezte, de a karizma az egy spirituális erő, hogy rászálljon a képességeidre. Hogy leuralja a karizma a képességeidet, és rátegyen egy pluszt, a kedveltséget, hogy a kedveltség és a képességet találkozzon. Ó, most a Szent Szellem engem betöltött nagyon. Ó, halleluja, van itt valaki, halleluja. Aki nagyon-nagyon lemond évek óta magáról, vagy hónapok óta, de régóta. Testvérem, tudom, hogy kútba voltál. Tudom, hogy kiáltottál, és úgy érezted, hogy nem jön az a kötél. De mondom neked, Isten szava, a hit folyamatosan jön hozzád. Mert a hit hallásból jön. Az csak jön. Itt van, kapd el, és megoldódik az életed. Lásd azt, amit más nem láthat, mert a te sorsodra csak te láthatsz Isten dicsőségére. Amen. Halleluja. Minden, amit a jövőbe vonatkozik, azt a Szent Szellem mutatja meg, és a képzeletünkre helyezi rá a jövőt. Képzeletünkre. Ha rá tudja helyezni a jövődet, ami Istentől van, mert azt mondja, megjelenti a jövőt. És ez a jövő nem arról szól csak, hogy milyen rossz jön, hanem hogy milyen jó jön. Made him hungry. Jó, hogy ez nem volt elég neked. Kutya fáját neki. Ézsaiás 61, 1-től 3-ig. No, Lajos, mit akarsz ebből kihozni? A kedveltség időszaka, a felékesítés időszaka. Uramnak, az Úrnak szelleme van rajta, mondja Krisztus. De ezt te is mondhatod. Fölkent engem az Úr, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Alázatosoknak, szelideknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívőket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak. Birincsbe verteknek börtön megnyílását. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének, eredetiben az Úr jó akaratának, kedvességének, az Úrnak tetsző esztendőt, a kedveltség évét. Eljött, azt mondta Krisztus ott, fölállt. Nem csak kegyelem árad, hanem a kegyelemből árad a kedveltség, a kedvenség, hogy Isten jó akarata csak úgy, azért, mert szeret, azért, mert nagyon kedvel. Nem csak szeret, ha meg akarja mutatni, hogy mennyire szeret, gyakorlatban, tettekben, akár gyógyulásban, akár pénzben, akár sikerben, akár gyógyulásban, akár felemeltetésben, hogy megnyíljanak, a kedveltség mit hoz el? Azért, hogy fölkent téged Isten, ezt hozza az elsőnek, fölkent vagy, benned van a Krisztus szelleme, a fölkent szelleme van benned. Mit hoz el még a kedveltség? Ebben az évben vagyunk most, ez az év. A kedveltség éve. Melyik éve ez? Melyik? Az egész új szövetség a kedveltség éve. Halleluja. Azt mondja itt az ige, a szegényeknek, az alázatosoknak, szelideknek elküldött, hogy bekötözzem a megtörtek szívűeket. Folyamatos bekötözés van a kegyelem alatt, a kedvesség kiáradása alatt. Héberül egyébként hénnek hívják. Szabadulás. A birincsbe verteknek megoldását, hogy kihirdessem. Kihirdetés van. Ma hirdetem. Ez az év, a következő év, amíg itt élünk a Földön, folyamatosan, napról napra, percről percre, másodpercről másodpercre, kedveltség, kedveltség, kedveltség. Bűnbe vagy, kedvelt vagy. Mondd azt magadra, megtérek a bűnből, de kedvelt akarok lenni, mert arra vagyok elhívva Jézus nevébe. Amen. Azt mondod, hogy nem működik a vállalkozásod, azt mondom neked, ne arra nézz, hogy nem működik. Kezdj el hitben állni, kezdj el hitben gondolkodni, mert Istennek van terve felőle, dicsőség az Úrnak. Ha nem működne hitből, akkor azt tudnám mondani neked, hát próbáld meg, hát ha sikerülni fog, de ez nem igazi hit. Azért, mert nem működt, azért nem működött, mert nem hittél benne. Nem kerested azt, hogy hogyan jön be a hit. Ó, halleluja. Hogyan jön be ez a kedveltség? Hogyan jön be ez a kedveltség? Kedveltjének az álmában ad eleget. Tehát azt mondom neked, ez az első legyen. Hogy te lefekszel, és azt mondod, már nem érdekel semmi. Alszok egy jót, Isten meg kedveltévé tesz, és kész. Ezzel kezdünk, ez a szabát. Ez a kezdés.
jó, mit csinálják, hogy kedvelt legyek? Semmit, aludj egy nagyot. Köszönöm. Mit mondtam, milyen lesz? Méz, méz, halleluja, halleluja, ó, halleluja. Halleluja. Na figyelj, figyelj. A gárdi csak azt jelenti, héberül, lépcső, feljáró, felfelé vezető út, felemelkedés, a 4D-t jelenti a gárdics. Gárdics. 4D, 4D. Halleluja. Ha az örökkévaló nem építi fel a házat, hiába fáradoznak az építői. Ha az örökkévaló nem őrzi meg a várost, hiába viraszt az őr. Hiába nektek, ki korán keltek, későn ültök, kik eszitek a gyötrődés kenyerét, így áld a kedveltjének, barátjának alvásban. Halleluja. Oké. Akkor menjünk egy más oldalról. Mit jelent az alvás? Álom. 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 Tudod, mi ez? Lefekszel, fölkelsz, és nem tudod, hogy mi történt veled. Egyszerűen erőd van, mert hit által feküdtél el. Azért, mert egyszerűen a szellem dolgozott benned. Még nem tud úgy kommunikálni veled. Nem fogsz olyan álmot kapni, mint József. Nem mész kútba, nem mész Potifárhoz, nem repülsz el Egyiptomba, nem. Nem, kapsz egy belső megerősítést. Fölépít téged, hogy tudjon veled kommunikálni. Mert amit mond, az nagyon durva, nagyon zamatos, nagyon mész. Ezért neked fölkészítés kell, hogy elhitt és lenyugodj, hogy tényleg Istentől volt. Hogy Isten tényleg meg tudja csinálni. Azért, mert rászoktattak bennünket arra, hogy mindig abban gondolkodjunk, a legrosszabb jön. A legrosszabb év, a 7 év szűkesztendő, és a 70 év szűkesztendő, 700 év szűkesztendő. Én meg azt mondom neked, te azt mondd, amit Isten mond neked. De hitáltal készülünk a 7 szűkesztendőre azáltal, hogy a 7 bőesztendő alatt telve leszünk Isten álmával. És majd az álom átvisz bennünket a 7 szűkesztendő. Kedveltjének, a barátjának, és ez nagyon fontos, hogy itt van még egy héber szó, amit nem ismertem, most már ismerem. Ez a szó, hogy kedvelt, ez itt nem az a hén, amiről most beszélünk. Kedvesség, jó akarat, különleges bánásmód, komplex, megváltoztató dolog, hogy ezt csak emberek szemén keresztül a kenet beárad, és azt mondja Eszterre, hogy oké, amit akarsz, megcsinálsz. Hogy Potifárra ránéz a góri, és azt mondja, Potifár, hogy József, olyan kedves ember vagy, és olyan kisugárzásod van, hogy figyelj, itt van a kulcsa a kis cellának. Nem, adom a másik a nagy cellának. Figyelj, odaadom a lent a cellába a szakácsnak a kulcsát. Figyelj, odaadom ezt is. Azt a mindenit, milyen kedveltség van rajtad. Oké, legyen az egész a tiéd. Így engem csak etessél. Halleluja. Testvérem, ez megtörtént. De miért csak vele történhet meg? Veled miért nem? Velem miért nem? Amen. Ez most hitágítás, ez most látás, ez szeretettágítás, amiről beszélek. Nem új parancsolatot mondok nektek, régi parancsolatot. És nem mondok régit, újat mondok. Halleluja. A barátság. Azt mondja az Úr, hogy nyugodj meg, engedd meg, hogy a barátod legyek. Gyere, Mária Olicsős, halleluja. Megint, halleluja. 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 Szó szerint ezt jelenti az igen. Szó szerint. Én vagyok az Úr, nevet komolyan, ő pedig József, nevet komolyan. Nem, ő a Mário, maradjunk Máriónál. És azt mondja neki az Úr, hogy figyelj, én annyira szeretlek, hogy együtt kell aludni. És akkor te és én együtt alszunk, Uram? Igen. Lefekszünk, és úgy fogsz fölkelni, hogy vége a küszködésnek. Fölkelsz, és történik valami veled. Valami olyasmi, amit nem tudsz megmagyarázni, mert ez 4D. Ez nem 3D. Ez nem föld, ez nem magyar nyomor. Ez nem a nervvilága. Ez a mennyvilága. Lefekszel hitáltal. Fölkelsz, kedveltem, barátom. Fölkelsz, és nem a gyötrődés kenyerét kapod, hanem az álmot. Nem a gyötrődés kenyerét, hanem az álmot. Amen. Hogy Isten gondoskodik rólad. Álmodott rólad. Még Mózes is tudta Józsefről, hogy kicsoda, pedig eléggé messze lakott tőle. Nem, mennyivel inkább Jézus ismert téged. Csak egy kicsikét engedd el az életedet, és engedd meg, hogy a kedveltség viszonozza az áldást a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, jó csináltad. Halleluja. Halleluja. Akartok még mézt? Vagy megállok? Mert van még méz. Ez most ilyen nagyon... Nagyon sűrű méz lesz. Akarod? Mert ha kiköpöd, nem kell méz, elég volt, köszi. Igen? Zorobábel azt jelenti, hogy Babilonba született. És jött, mivel ez volt a neve, hogy Zorobábel, ő egész nap hallott, hogy Babilon. Erre jött Isten, és azt mondta, nem, menj.
Ő ismét válaszolt, és ezt mondta, ez az Úr szava Zerubábelhez. Nem hatalommal, nem erővel, hanem az én szellememmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Á, de szeretem ezt az igét. Zerubábel előtt síkságá változol. Amen. Ő hozza elő a zárókövet, miközben örömújongás hallatszik. Üdv, üdv, vagy Károli, áldás, áldás neki. Az eredetiben nem áldás, áldás, kedveltség, kedveltség! Szóval azt mondja a Szent Szellem, ez az első szint csak, ez az első szint. Azt mondja a Szent Szellem, azt mondja, figyelj, hegy. A hegyeket félre fogjátok tenni, de ez még semmi. Jön a kedveltség a hegy után. Tehát a minden egyes hegy álmozdításod után van egy kedveltség korszaka. És aztán menjünk tovább, menjünk. Ezután újra szólt hozzám az Úr szava. Hú! A Zerubábel keze rakta le ennek a háznak az alapjait, az ő keze fogja befejezni, és azt! Ezzel azt mondjam neked, te elkezdted belerakni a dolgokat az életedbe. Teljes szívet csináltad. Jó szándékú ember vagy. Tényleg, nem vagy inkorrekt. Erre Isten azt mondja, oké, most engedd meg, hogy amit elkezdtél, azt én befejezem. Most engedd meg, hogy amit te levetettél, én azt fölépítsem. Most engedd meg, hogy amit elkezdtél, azt én újraépítsem. Engedd meg, hogy amit elveszett, azt én újraépítsem. Engedd meg az én szellemem által. Az én szellemem által. És figyelj, mit mond utána. Oh, halleluja. Akkor megtudjátok, megismeritek, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert akik megvetően beszéltek azon a napon, amikor csak kis dolgok történtek, azok is örvendeznek majd, ha meglátják Zerubábel kezében a mérőont. Hét mécses, ezek az Úrnak szemei, amelyek körbetekintik az egész földet. Figyelj, az Úr kedveltségében az Úr szemei jönnek. Nem érted? A hét szeme jön, a hét szellem. Jön Isten szelleme a kedveltségben. Ezért azt mondom neked, hogy van több, amit megtapasztaltunk. Van több, mint amit láttunk. Van több Isten országában, Isten királyságában. Mert mi oda vagyunk pozícionálva. Mert a mi mandátumunk onnan van. Te képviselő vagy, én is képviselő vagyok. Beválasztott képviselő a mennybe. Oh, halleluja.